this year we launched a competition for a 10th anniversary special award in the amount of 5 million forints. Köszönöm szépen, ahogy elhangzott, idén egy jubileumi külön díjra is pályázatot hirdettünk 5 millió forint értékben. And we asked our jury to select a cause where the 5 million really can make a difference. A zsűri azt a feladatot kapta, hogy egy olyan ügyet válasszon, amelynél az 5 millió forintos díj valóban nagy segítséget jelent. And the winner of the Kanha Medimagic 10th anniversary special award is the Children's Liver Disease Foundation. A Kanha gyógyvarázs jubileumi különdíját a zsűri a máj beteg gyermekek alapítványnak ítélte oda. This foundation supports children in need of a liver transplant and also their families. Az alapítvány a máj átültetésre váró gyermekeket, illetve családjukat támogatja. It is the first time that we have decided to directly support the little patients themselves. Ez az első alkalom, hogy úgy döntöttünk, hogy közvetlenül a kis pácienseket fogjuk támogatni. With this assistance, we may contribute to saving the lives of 6 to 8 babies. Segítségünkkel 6-8 kisgyerek életének megmentéséhez járulhatunk hozzá. Because in many cases the beneficiary's only chance to survive is to receive a liver transplant. Sok esetben a kedvezményezett egyetlen túlélési esélyét a máj átültetés adja. And as these procedures are done abroad, many families cannot afford the expenses of the recovery and the healing abroad associated with a prolonged stay in the hospital by their children. Mivel ezeket a beavatkozásokat döntően külföldön végzik, sok család nem tudja megfizetni a gyermekük hosszú kórházi tartózkodásával járó gyógyulás költségeit. Our award is meant to help the children and the family with that. Támogatásunk tehát ehhez a gyermekek, illetve a családjaik megsegítéséhez kíván hozzájárulni. Please join me in congratulating and celebrating the Children's Liver Disease Foundation. Kérem, csatlakozzanak hozzám, és közösen gratuláljunk a máj beteg gyermekekért alapítványnak. Dr. Szőnyi László, a Máj Beteg Gyermekekért Alapítvány elnöke veszi át a jubileumi ajándékot, illetve támogatást, és tisztelettel kérem Dr. Szőnyi Lászlót, hogy mondja el, mire tudják pontosan fordítani ezt az 5 millió forintot. Nem tudom meghatottság nélkül kezdeni. Azt a rövid történeti áttekintést, amit szükséges ahhoz tudni, hogy megértsük ennek a segítségnek a nagyságát. A 60-as években történt egy lánglelkű sebész, nagyon akaratos, gyógyítani vágyó szándékának köszönhetően az első májátültetés Pittsburghben, őt Thomas Starcelnak hívják, mert hál' Istennek most is él. Utána 100 műtétet követett el, és mind a 100 beteg meghalt. Tehát nagyon rögös út volt az, és nagyon sok tapasztalatnak kellett összeállni, amíg ez a terápia egy általánosan elfogadott terápiává vált. Ennek az egyik nemzetközi mérföldköve volt a cikluskori felfedezése, amely alapvetően változtatta meg a kilőködés jövőjét. Ez a 80-as évek közepén volt. Ezt követően egy Christoph Brölsch nevezetű ember, aki észak-német volt és a Chicagói transzplantációs program vezetője volt, ő felfedezte azt, hogy a máj nem homogén. A májban lebenyek vannak, és hogyha a lebenyek mentén vágunk darabokat a májból, vagy egy darabot, akkor az a darab beültethető. Ez a lehetőség nyújtotta azt a segítséget a csecsemők számára, hogy a csecsemőknek nem kellett csecsemő halottra várniuk, hanem lehetőség volt arra, esetleg a szüleikből ezt a kis darabot kivéve, átültetve megmentik saját gyermekük életét. Ezzel kezdődött el az élő donortranszplantáció.
Amikor a májatültetés egyre inkább elfogadottá vált, akkor úgy döntöttünk Magyarországon néhányan, két sebész professzor közreműködésével, Kupcsulik és Verebi professzorok közreműködésével, hogy összegyűjtjük országosan azokat a májbeteg gyermekeket, akiknek semmilyen túlélési esélyük nincs. Ebből a gyűjtésből és az országos regiszterből nőtt ki az, hogy akkor ezekkel a betegekkel valamit kell kezdeni. És a 90-es évek elejétől kezdődően külföldi kooperációban néhány rögön átbukdácsolva, de megtalálva mindig a lehetőségeket, elkezdődött a májátültetési programnak egy kooperációs vonatkozása, hogy külföldön történik a műtét, itthon mi előkészítjük őket és követjük. Első pillanattól kezdve komoly problémát jelentett a mindennapok léte külföldön. Tudjuk jól, hogy más dolog külföldön élni egy hétig, egy gazdagabb országban, mert hiszen erről van szó, mint itthon. Az élő donor transzplantációnak az egyik előnye az volt, hogy a betegek nem vették el a nemzeti kincsnek számító halott szervet attól az országtól, amelyik segít minket, hanem egy rendkívül bonyolult kezelési módszert jelent, hogy kimegy a szülőpár a gyermekkel, kivizsgálják mind a hármójukat, főként a két felnőttet, és aki alkalmas, abból a műtét során kivesznek egy darabot. Ez azt is jelentette, hogy családoknak volt szükséges, hogy kimenjenek. Ez a kimenetel és a kintartózkodás átlagosan 2 hónap, de van egy családom például jelenleg, aki most már a 8. hónapját tölti kint a transzplantációs központban. Az, hogy 2 hónapig távol lenni az otthontól, jelentette egyrészt azt, hogy ha volt testvér, azzal valamit kellett tenni. Hogyha a testvért kivitték, ez nem egészségügyi költség, és nem az OEP által finanszírozott összeg, hanem ez külön teher a családra. Itthon kellett hagyni a lakást, ami szintén nem könnyű, és ami az utóbbi időben a legfontosabb tényező, fennáll a veszély annak, hogyha kimegy a szülő és 2 hónapig a munkáját ott hagyja, elveszíti a munkáját. Tehát szembesültünk azzal a problémával, hogy valamilyen formában ezen a nagyon komoly szociális problémán valahogy úrrá legyünk. Nagyon jól tudjuk, aki kénytelenek vagyunk és kényszerülünk különböző forrásokból, munkánk és betegeink életminőségét javítani, hogy hát bizony nem csak nyári általános szárazság van a forrásoknál, hanem bizony a források lehetősége beszűkül. És ez a szűkülés olyan mértékű azt jelenti, hogy nem tudjuk kiküldeni a családokat. Mert az, hogy kiküldjük a családot és kéreget, ez nem megoldás. Ez nem megoldás, és ezért rendkívül hálásak vagyunk a KSH-nak, hogy ezt felismerve külön segítségként támogatja a családjainkat. Támogatás felhasználása tehát a kinti mindennapok rendkívül fontos és pótolhatatlan költségeire vonatkozik. Próbáljuk megteremteni most már hosszú évek óta, hogy egyetlen szelekciós elv létezzen, és ez, hogy szüksége van-e a gyereknek májátültetésre, vagy nem. És valahogy úgy alakult, hogy eddig sikerült minden gyermeket, akinek szüksége volt rá, szociális helyzetétől teljesen függetlenül, természetesen azáltal nagyon jelentősen befolyásolva, de minden gyereket ezt a lehetőségtől nem fosztottunk meg. És ez a lehetőség azt jelenti, hogy
és ameddig ez a pénz tart, nem lesznek felhők felettünk. És a családok boldogok lesznek, és kimennek, és részesei lehetnek az orvostudománynak egy nagyon korszerű csodájában, amelyik azt hiszem, hogy a legtöbb speciálisan képzett szakembert igényel. Ha belegondolunk, egy egyszerű májátültetési riadó, az legalább 60-70 embernek a megfeszített akkori aktuális munkáját jelenti, beleértve a mentőszolgálatokat is, mert hiszen országosan egy központ van, és a betegeik az ország részéből vannak. Filmben. Köszönöm szépen dr. Szőnyi Lászlónak, a Májbeteg Gyermekekért Alapítvány elnökének a megható szavakat, és hát a valóság pontos lerajzolását. Én ilyenkor nem nagyon tudok már mit mondani, és ilyenkor ugyanazt érzem, amikor a pályázatokat nézzük. Hogy a negyedik pályázatnál már sírni tudnék, megyek föl alá a lakásban, és azt mondom, hogy nincs igazság a földön, és tessék mindenki figyeljen oda és segítsen. És én nagyon örülök, hogy a KNH Gyógyvarázs zsűriének tagja lehetek, és bár sokszor kerestem a helyem, hogy mit keresek én itt, hiszen nem vagyok orvos és egészségügyi dolgozó, de még egyszer mondom az újságíró kollégáknak, hogy a mi felelősségünk legalább akkora, mint azoknak, akik gyógyítanak. Kérem szépen, hogy mindenről számoljanak be, amiről csak lehet a gyógyvarázs program kapcsán, és kísérjék figyelemmel a további pályázati kiírásokat, és vigyék hírét, mert a szó veszélyes fegyver, nagyon sokan fegyvertelenek, de a szó nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy kérem, hogy segítsenek, segítsetek.